Amigos a gyerekekért csapatával folytatjuk a délelőttöt, mert hogy ismét elindult egy újabb tanév, úgyhogy amigókat toboroznak, hogy kik is pontosan ők, arról lesz majd szó a következő negyed órában. Itt van már velem a stúdióban Líkim Evelin, boldogságért felelős amigó, és Mundrut Szilvia, önkéntes amigó. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Yeah. Hát nem először ültök már itt, és talán a toborzásról a tavalyi szezon kezdetén is beszélgettünk, de azért nagyon röviden meséljétek el, hogy kik vagytok pontosan, ki, mi is pontosan az Amigos a gyerekekért. Ugye az Amigos egy olyan alapítvány, ahol beteg gyerekeket tanítunk a kórházakban, elsősorban nyelvekre, de egyébként készségfejlesztő játékokkal is játszunk, kézműveskedünk, és így motiváljuk őket a gyógyulásra. Szilvi, te mikor és hogyan csatlakoztál az Amigókhoz, mert hogy különleges történeted van neked is. Igen, én még nagyon új generációs Amigó vagyok, szegedi csapatban vagyok önkéntes, és az előző fél évben kezdtem el, és ugye márciusban indult útjára az első vidéki csapat, ami Szegeden, és én Szegeden tanultam eddig. Mi volt a motiváció, vagy hogyan kerültél kapcsolatba velük? Én mindig is szerettem volna valamilyen önkéntes tevékenységet folytatni, de mindig úgy voltam vele, hogy hát most éppen nincsen időm az iskola mellett, és így halogattam a dolgot, és amikor megláttam, hogy hát egy vidéki csapat indul végre az Amigosnál, és ráadásul én germanisztikát tanultam, tehát még az idegen nyelv is pont passzolt, akkor azt gondoltam, hogy hát itt az idő. Mi volt az, ami megfogott a csapatban? Nagyon összetartónak tűnt így kívülről is az, hogy nagyon sok közösségi programot szerveznek maguknak is, és nagyon rugalmasnak tűnt az egész. Vidámság az, ami itt elsősorban megfogott? Abszolút, igen, igen. Nézzük meg akkor, Evelin, hogy most kiket toboroztok, vagy kiket vártok elsősorban a csapatotokban? Hát ugyanúgy egyetemistákat, ahogyan eddig, akik beszélnek nyelveket, és érzik magukban a lelkesedést és elkötelezettséget azért, hogy gyerekekkel foglalkozzanak a kórházakban, és idén is folytatjuk a szegedi felvételit és a budapesti felvételit, mindkét városban zajlik. Budapestről már elég sokszor beszéltünk, de akkor nézzük meg egy kicsit így a szegedi tapasztalatokat, hogy milyen volt ez az elmúlt egy év, vagy itt a szervezés terén, akkor először hozzád fordulok, hogy milyen volt akkor kilépni egy kicsit itt a budapesti kórházakból. Igazából nagyon izgalmas volt, persze rengeteg kihívással is járt az előző fél évben megszervezni a felvételit, de ugye nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, hiszen tavaly egy évvel ezelőtt jelentkezett egy szegedi egyetemista, aki segített nekünk megszervezni, igazából már márciusban, és így neki volt helyismerete, és tényleg ez nagyon-nagyon sokat segített. És ugye 10 fővel el is indult márciusban a csapat. Na, hát kikből állt a csapat? Mesélj egy kicsit a szegediekről, hogyan alakult ki ez a kis 10 fős bázis? Hát nagyon vegyesen vagyunk igazából, orvostan, hallgatótól jogászig, én bölcsészként, tehát hogy tényleg nagyon vegyesen vagyunk. Egyelőre csak lányok vannak a szegedi csapatban, úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk, és reméljük, hogy fiúkat is tudunk majd toborozni. És ott két osztályra járunk, az onkohematológiára és a pszichiátriára. Miket csináltatok, vagy hogyan fest akkor a szegedieknek az élete, mert azt tudjuk, vagy itt meséltétek, hogy nyelvtanulás is van, de azért játék is van. Én tudom, hogy a kártya és a társas és minden elő szokott kerülni az alkalmakkor. Én személy szerint főleg a pszichiátriára járok, a gyermekpszichiátriára, ott főleg a játék van előtérben. Az onkohematológián viszont egy-egy gyermekkel játszunk általában, és ők nagyon lelkesek és szeretnek tanulni is, és nekik nagyobb igényük van rá általában. A pszichiátrián sokkal inkább ilyen kis családias, ők ott rohangálnak közben is, és valaki becsatlakozik, valaki éppen megunja, szóval ott nagyon változatos. Milyen visszajelzések érkeznek egyébként? Nézzük meg most először a szülőknek az oldalát, vagy a szülők és a gyerekek oldalát. Nagyon, az Amigos minden a bizalomra épül, és nagyon fontos az, hogy a gyerekek és a szülők is megbízanak bennünk, és eddig az a tapasztalat, hogy örömmel fogadnak minket a szülők is, hiszen ők addig esetleg el tudnak menni, elintézni dolgokat, meginni egy kávét, elszaladni a postára, szóval alapvetően nagyon-nagyon pozitív, és mivel a gyerek is jól érzik magukat, ezért így még pozitívabb összességében, és igazából ez a legfontosabb. Heti hány alkalomról van egyébként szó? Ez kórházfüggő. Úgy van, hogy egy kórházban általában ilyen 2-3 alkalommal járunk,
És hetente? Igen, minden héten, és akkor így összesen a 6 kórházban 13 alkalommal járunk a két városban. És mi a helyzet az orvosokkal? Mert itt például még adás előtt főorvos úrral is beszélgettetek, hogy lehet, hogy akkor a veseosztályra is ellátogatnak majd az amigok. Szóval az orvosok, az ápolók, a nővérek, ők milyen visszajelzéseket adnak nektek, vagy szeretettel fogadnak benneteket? Abszolút, szerencsére igen. Tehát, hogy mi nagyon nagy értékünk az, hogy megbízhatóan járunk, minden héten ott vagyunk, és nagyon szeretnek, mindig vidáman megyünk be, de erről te is tudsz mesélni, hiszen nagyon izgalmas vagy, mert egy teljesen új kórházban kezdtek, teljesen új csapattal. Hát igen, itt akkor nincs, nem tudom, pár éves tapasztalat, hát, abszolút új emberek vagytok. Igen. Ezért is volt kicsit vicces így a felvételi résznél, amikor betanultunk, és nagyon-nagyon sok mindent elmeséltek nekünk a lányok, és mondták, hogy de itt biztosan minden máshogy lesz. Viszont nekem is csak jó tapasztalatom van. Például előfordult, hogy egy nővér leült mellénk, és ő is monopolizott ugyanúgy, és segített a gyerekeknek kiszámolni a kis pénzeket. Szóval abszolút jó élményünk van ezzel kapcsolatban. Emlékszem a tavalyi toborzós beszélgetésünkre, kinyomtattam a felvételi lapot, ami nem tudom, több tíz oldal volt, nagyon hosszú volt, és kis fogalmazásokat kellett beleírni, és ilyen nagyon kreatív kérdések voltak. Hát akkor mi alapján válogattok, vagy kik azok, akiket vártok a csapatotokban elsősorban? Igazából mi nem tudjuk pontosan, hogy akkor most ki lenne jó vagy rossz amígó. Mindenki, aki jelentkezik, tényleg abban megvan a segíteni akarás, és ez tényleg fantasztikus. Nyilván a bővülésnek a nagyságát ez a szervezeti igényekhez muszáj igazítani, de egyébként abszolút a feladatlapban inkább így a kreativitás, hogy tényleg szálljon rá időt, hogy lássuk, hogy milyen a nyelvtudása, most már ugye kell írni idegen nyelven egy motivációs levelet, mert ugye nagyon fontos az, hogy jól beszéljenek nyelvet az egyetemisták, és utána pedig van egy személyes beszélgetés, ami igazából leginkább arról szól, hogy megismerjük egymást, szóval nem mi kérdezünk, hanem tényleg, hogy nem csak mi kérdezünk, hanem hogy ők is tegyék fel a kérdéseiket, hogy tényleg lássák, hogy mi vár úgymond rájuk, hogy milyen szituációk lehetnek, és ez a kettő része ad egy ilyen összképet. Korosztályban van meghatározás egyébként, hogy kik jelentkezhetnek, vagy milyen életkorúak jelentkezhetnek? Az elvárás az, hogy egyetemista legyen és tanuljon elsősorban, hiszen így korban közelebb állunk a gyerekekhez, és így nem tanárként tekintenek rám, hanem inkább barátként, nagy testvérként, és így a tanulásnak a jellege is teljesen más. Na most akkor praktikusan hogyan lehet ezt a tanulással, a vizsgaidőszakkal, a beadandókkal, a ZH-kkal összeegyeztetni, hogy mellette tényleg hétről hétre számítanak nem csak a gyerekek, a szülők, mindenki számít rátok, hogy megjelenjetek, hogy ott legyetek a kórházban. Igazából ebben még soha nem akadt, vagy nem volt probléma. Előfordult, hogy esetleg valaki lemondta, annak ellenére, hogy beírta magát, és akkor mindig akadt valaki, aki mégis beugrott, szóval nagyon rugalmasak vagyunk, és próbálunk egymásnak is segíteni, mert tudjuk, hogy mindenkinek akadhatnak váratlan feladatai. Nézzük meg akkor, hogy milyen szerinted, Szilvi, egy ideális amigó jelölt, vagy akkor egy jövendő amigó, milyen tulajdonságokkal kell bírnia? Hát szerintem feltétlenül nyitottnak kell lennie, és muszáj spontánnak is lenni, mert bármilyen váratlan helyzet előfordulhat, egy látogatás alkalmával is, és kreatívnak kell lenni, mert hát nem egyszerű lekötni akár mondjuk 5 gyereket, 6 gyereket, szóval ahhoz nem kis kreativitásra van szükség. Itt a felkészülés során, vagy a felvételi idézőjelben eljárás során, vagy mondjuk a betanulás során erre kaptok akkor praktikus ötleteket, hogy nem tudom, hogyan lehet a zsebedből egy újabb játékot elővarázsolni? Nagyon sokat meséltek arról a lányok, hogy melyik kórházban itt Budapesten hogy működik, és kaptunk sok tippet arra mondjuk, hogy egy UNO például bármikor egy jó kezdés lehet, viszont arról is sokat beszéltünk, hogy nem erőltetünk semmit sem, és hogyha mondjuk valakinek igazából inkább csak beszélgetni van kedve, vagy a matekházit szeretné velünk megcsinálni, akkor azt csináljuk, tehát az abszolút az igényekhez alkalmazkodunk. Mennyire megterhelő ez mondjuk lelkileg, hogy hétről hétre azért kórházakba jártok, ami bármennyire is egy gyermekosztály, és fel van díszítve, fel van öltöztetve, azért nem egy ideális környezet, mégiscsak beteg gyerekekkel játszotok, foglalkoztok, ezt hogyan lehet kezelni, vagy lelkileg megoldani ezeket a helyzeteket?
Minden hónapban van egy Amigo estünk, ami igazából a csapatépítésről szól, és azelőtt pedig vannak kórházi találkozók, amikor megosztjuk egymással így a tapasztalatokat, a jó és a nehezebb élményeket is, mert nagyon sokszor van egy szituáció, amit kicsit nehezebb kezelni, de nagyon nagy valószínűséggel ez mással is megtörtént már, és ez nagyon sokat segít, ez egy ilyen szupervízióként funkcionál. Ezen kívül pont most indítottuk el az ilyen pszichoedukációs tréningünket, ami így az önismeretről szól legfőképpen, és ez is nagyon-nagyon sokat segít így a nehezebb helyzeteknek a kezelésére, de hogyha természetesen, hogyha előfordul valami tényleg olyan helyzet, hogy szükség van szakemberi segítségre, ezt is biztosítjuk. Ezt ugye szorosan együtt működünk a kórházi dolgozókkal, és hozzájuk bármikor fordulhatunk, és elirányítanak a megfelelő emberekhez. Kik azok, akik támogatnak benneteket? Itt most szakmai kérdésekre is gondolhatunk, vagy bármilyen szinten. Kik azok, akiktől mondjuk jó tanácsokat kaptok? Ugye ez nagyon sokszor a kórházi dolgozókat is jelenti, pedagógus, pszichológus, szociális munkást egyaránt, akár orvosokat is. Egyébként rengeteg mentorunk van, akik így a szakmai dolgokban is rengeteget segítenek, folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, mentorprogramokat, inkubátorokat. Most is a Szilvi is benne van egyben egyébként, ahol tényleg így rengeteg olyan segítő ember van, akik szeretnék felajánlani a szaktudásukat, és mi ezeket keressük is. Nézzük meg akkor most így végül a praktikus információkat, mert hogy beszéltünk arról a bizonyos feladatra, lapról. Na azt hol találjuk meg, hogyan lehet kitölteni, meddig kell eljuttatni hozzájuk, nézzük ezeket. Igazából a Facebook oldalunkon van fent kettő esemény, onnan elérhető a feladatlap, illetve a honlapunkon is megtalálható, és más-más a leadási határidő, Budapesten szeptember 17, és Szegeden pedig szeptember 24. És aztán jönnek majd a személyes beszélgetések. Igen, is. Igen. Hát reméljük, hogy minél többen csatlakoznak majd hozzátok, minél több gyermek mellett lesz majd Amigo az idei évben is, mert hogy mi is a jelmondatotok, hogy minden gyermek mellett legyen egy Amigo. Igen, hát már nagyon tudjuk. Köszönöm, hogy itt voltatok, és jó munkát kívánunk nektek. Kívást.